Mai vezető hírünk főszereplője a Párizsban élő magyar képzőművész Sándorfi István. A helyszín pedig a debreceni Modern és Kortárs Képzőművészeti Központ, ahol először nyílt Magyarországon életműtárlat a világhírű festőalkotásaiból. A Franciaországban és az Egyesült Államokban legnépszerűbb kortárs alkotónak számító Sándorfi, csak nem 70 munkája június 3-áig látható a Civisvárosban. A Párizs, München, New York, Los Angeles és San Francisco nagy galériái után immáron a debreceni Modernben is láthatóak Sándorfi István Párizsban élő világhírű festőművész képei. A csaknem 40 év munkásságát felölelő tárlat különlegessége, hogy nem csak magyar, de amerikai, francia és olasz magángyűjtemények is kölcsönadták a nagyközönség számára nem hozzáférhető, féltve őrzött képeiket. A kiállítási anyag nagy része kb. 50 kép egy gyűjtőtől érkezett Franciaországból, amely a 80-as évek elejétől a végéig mutatja be a művész különböző fázisait. Ezek a képek nagyon hasonló, témájuknál fogva nagyon vad, nagyon provokatív képek. Tehát ezekkel a képekkel hívta fel igazából és Sándorfi magára a figyelmet Párizsban és Amerikában. Amint az a kiállított képeknél is megfigyelhető, a 70-es évek végén, 80-as évek elején Sándorfi színvilágát két szín, a kék és a lila, és ezek hideg kombinációi jellemzik. A 80-as években egyre több kéz- és lábrészletet, valamint csendéletet készít a művész. Vásznainak témája a 80-as évek közepétől radikálisan megváltozik. A számtalan félreértésre okot adó önarcképek helyett leplekbe burkolt nőket, aktokat, egy-egy elmosódó végtagú női torzót fest. A világ számos országában ismert festő népszerűségét jól jellemzi, hogy alkotásai már befejezésük előtt elkelnek, művei megvételére sorban állnak a gyűjtők. Ez tényleg egy reprezentatív, az egész életművet bemutató kiállítás lesz, amelyhez kiadunk egy 350 oldalas komoly monográfiát, amelyben közel 300 reprodukció, egész oldalas reprodukció lesz. A kiadvány az életrajzi és a szakmai útról szóló szövegek mellett a művész pályáját 252 reprodukcióban mutatja be.